Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog. Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok. Mai vendégünk Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke. Üdvözlöm a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a Della hallgatóit és nézőit. A... Nyilvánvalóan az inflációval fogunk kezdeni, és szerintem ez el is fogja vinni a beszélgetésünk egy jelentős részét. Ugye itt az infláció elleni harcban a gazdasági versenyhivatalnak is elég komoly szerepet szánt a kormányzat. Ennek egyik megtestesülése az úgynevezett ár, árfigyelő rendszer, egy önálló online felület, ahol a, a látogatók ö, le tudják keresni boltok, és tulajdonképpen boltok szerint is, hogy hol lehet az adott terméket a legolcsóbban kapni. Számos kérdést föl lehet ezzel a kapcsolatban tenni, de kezdjünk egy gyors teszttel. Ön szokta használni ezt az oldalt? Igen, minden nap. Használom minden nap az árfigyelőt, mert Gyakorta kell vásárolnom, nekem is. Tehát vannak olyan élelmiszerek, amelyek rendszeresen elfogynak, a hűtőszekrényből is, meg vannak olyan háztartási cikkek is, amik szintén rendszeresen elfogynak, és jó lenne, hogyha benne lenne az árfigyelőbe. Úgyhogy a héten ülésedik is az úgynevezett árfigyelő munkacsoport. Van ennek egy külön munkacsoportja kezdettől fogva, aki a fejlesztésért hát felel, illetve a, a bővítésért és hát minden munkacsoport akkor hatékony, ha benn van a működtető is. A működtető az pedig a gazdasági versenyhivatal, úgyhogy én magam is eljárok a munkacsoport üléseire, úgyhogy március eleje óta szinte hetente nyomon tudtam követni az a Árfigyelő munkacsoport munkáját, ahol hát többekkel együtt dolgozunk, és rendkívül hatékonyan, meg kell, hogy mondjam, tehát hogyha van intézményközi együttműködés, független hatóság, kormányzati szervek között, akkor ez az árfigyelő munkacsoport egy nagyon jó példája, mert itt képviselteti magát elsősorban a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, akik egyébként a termék körér bővítésére is felelősek, de a jogszabályi háttérnek a kidolgozása is az árfigyelő munkacsoport feladata volt. Nyilván ott ül az Agrárminisztérium képviselője, a KSH képviselő ott ült kezdetben, a kabinetirodához tartozó digitális kormányzati ügynökséghez tartozó fejlesztő is ott ülnek, és eseti jelleggel a maguk a kiskereskedelmi láncok is behívhatóak, sőt a szövetségek vezetői is, és hát közösen gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne minél nagyobb versenyt generálni az árfigyelővel. Az eseti jelleg az mit akar, mit fed, milyen alkalmakkor hívják be őket? Amikor, arra, amikor együttműködésre van szükség, tehát nekünk együtt is kell dolgozni a hat adatszolgáltatásra kötelezett kiskereskedővel, ők multinacionális nagy láncok jellemzően, akik 1200 bolt adatait küldik be napi rendszerességgel, tehát a megfelelően meghatározott 62 termék kategóriában, és a 160 per 2000 22-es kormányrendelet, amelyik május 8 túl hatályos, az határozza meg, hogy kiknek kell a datot szolgáltatni. Van lehetőség önkéntes csatlakozásra is, e tekintetben is dolgozunk, tehát szeretnénk azt, hogyha mások is csatlakoznának, nem, nem a partvonalról kívülről figyelnék, hogy milyen verseny folyik a pályán, hanem jó lenne, hogyha ez egy nagy torna lenne, és nem csak hat csapattal, hanem még több csapattal, és az Tehát is nem jó. csak meghívásos torna lenne <laughs> Így van. Hanem önkéntesen is lehet csatlakozni, és reményeim szerint ez majd létre is fog jönni, hiszen egyre több szolgáltatási funkcióval bővül az online árfigyelő, és hát aki kimarad, az lemarad végeredményben, mert kinek ne lenne fontos majd egy szűkített térképes funkció, hogy oda találjon a vevő. Ugye most azokra az áruházakra terjed ki ez az árfigyelő, amelyek egy meghatározott bevétel fölött működnek Magyarországon. Ugye sokan kifogásolták, hogy valamiért pont kiesik ebből a körből az a néhány magyar tulajdonban lévő bolt, a ö, hálózat, amelyik franchise rendszerben működik, tehát más a működési modellje, mint ezeknek a, a de mégis a, a látogatók, a felület látogatói számára így nehezen összevethető az igazán nagy Hiper, euh, hiperek árukínálata és ározása azokkal a mondjuk magyar, tulajdonban lévő boltokkal, amelyek nem vesznek részt ebben az együttműködésben. De ha jól értem, akkor ez a, ez a csoport is nyitott arra, hogy idővel a saját árait itt megjelenítse? Igen, történt kapcsolatfelvétel és történt jelzés olyan szereplők részéről is, akik nem tartoznak a hat nagy céghez. Ugye a jogszabály azt mondja, hogy 100 milliárd éves forgalom fölött ti árbevételű cégeknek kötelező adatot szolgáltatni. Ha belegondolunk, akkor a hely, a főváros, a megyeszékhelyek, a járásszékhelyeken van ezeknek a nagy multinacionális cégeknek vannak az üzletei, és nyilván lefedik mondjuk az ország vásárlóinak a 65 át de a maradék 30-35 százalékot is le kéne fedni, ahol, akik aprófalvas településen élnek. Jó lehet, ők munkába járáskor, vagy munkából eljövetelkor szintén bemehetnek nyilván nagyobb üzletláncba, vagy hétvégén bemennek egy járásszékhelyre, de teljesen egyetértek önnel, hogy az még jobb lenne az az állapot, ha még többen csatlakoznának. Ugyanakkor eddig sem okozott gondot annak az eldöntése, hogy mit és hol vásároljunk meg, mert ha csak a saját példámat nézem, a közelemben lévő, az árfigyelő rendszerben be nem szolgáltató, nem szolgáltató Hát franchise rendszerben működő boltba is bemegyek, és megveszek ott egy-két terméket, ami hirtelen elfogy. De mondjuk a nagyobb bevásárlást lehetséges, hogy egy nagyobb üzletbe hajtom végre. De alapvetően én a magyar üzleteket részesítem előnybe, és próbálok a minőségre is odafigyelni, de nem mindenki teheti ezt meg nyilvánvalóan, hiszen nagyon sok honfitársunk lemondotta a magasabb minőségről, vagy egyáltalán nem vesz meg termékeket. Ez az oka annak, hogy két vált a keresletcsökkenés, ami hát reményeim szerint azért június-júliusba azért lecsökkent egy számjegyűre, tehát ilyen értelemben egy pici enyhülés látható. Ugyanakkor ejtsünk szót arról is, hogy mikor fordul ez meg, mert ugye mindenkinek ez lenne az érdeke. Tehát nem csak a fogyasztónak, a kiskereskedőnek és a kormánynak, de mindenkinek az lenne az érdeke, hogy a belső kereslet az felélénküljön, azaz visszájön a reálbér növekedés, amiből az emberek többet tudnak majd költeni nyilván, és visszáll ezzel a belső kereslet. És hát azért 2022 őszén már látható voltak olyan jelek, láthatóak voltak, amelyek arra engednek következtetni, hogy forgalom csökkenés várható. Ennek ellenére én azt láttam 2022 őszén, sőt még karácsonykor is, hogy mindenki tolta fölfel az árait valami hihetetlen sebességgel. Mindenki rálépett a gázra. Pedig ott voltak az intőjelek. Ugye egy vevőt elveszíteni... Mit olvas ki ebből? Mire gyanakszik, hogy miért hoztak ilyen döntést a boltok? Álláspontom szerint azért hoztak, mert nagyon pessimisták voltak, és az árazásukba beépítették a nagy vélt kockázatokat, amik egyébként nem jöttek be, mert végül is megállt a forint gyengülése, csak hogy egy példát mondjak, vagy az energiaárak stabilizálódtak. Tehát álláspontom szerint nagyon sokan azzal számoltak, hogy inflációs emelkedő időszakban ők drágába jutnak devizához, és bizony hát ezzel a 325 euró per megawattos energiára számoltak. Ugye az belátható, hogy a végletekig nem emelkedik valami. Én nem rovom fel, hogy 2022 őszén ilyen óvatosak voltak, de arra is látunk jeleket, sőt ki is mutattuk néhány termék keresztül, költségszerkezetén keresztül, hogy bizony profithajtotta inflációs volt, mert a, a bizonyos- az extra profit hajtotta a infláció? Nevezhetjük extra profitnak, az ő szempontjukból a nyilván a híjai, a nevez, a a szempontunkból, Mi szempontunkból extra? profit, hiszen beépítik az árakba, ha van egy átadási ár, arra ráteszik a bruttó árést, amely tartalmaz jogos költségeket, és abban azt látjuk, hogy átlagosan egy bizonyos terméknél meg meg háromszor a nyereség rátát, akkor nyilvánvalóan felmerül a gyanú, hogy itt valami árspekuláció, nyerészkedés történt annak érdekében, hogy mondjuk az ársapkán elszenvedett veszteséget, vagy a különadókat ők beszedjék más termékeken. Na most mi találtunk, kevés terméket vizsgáltunk, de ahhoz képest találtunk, ö, szép számmal olyan terméket, ahol tetten érhető ez a nyereség hajtotta infláció is. Tehát egyrészt volt egy nagy félelem, és elő, előre tekintően akkor, 22 szén. Úgy áraztak, hogy felvitte az árakat, és senki nem akart úttörő abban lenni, hogy mégis beérem a kevesebb tisztességes nyereséggel. Inkább megtolta. Ugye erre a helyzetre reagálva a GVH ágazati vizsgálatokat indított el, talán elsőként a tejpiacot érintően. Viszont a, a, ennek az eredménye, hogy én jól olvastam a, a, az erről szóló beszámolót, akkor az mégiscsak az volt, arra futott ki a vizsgálat, hogy alapvetően a termelési, tehát a termelői oldal és az egyéb költség emelkedések magyarázták meg azt az elképesztő áremelkedést, vagy annak egy jelentős részét, tehát mondjuk az energiaáremelkedés, amiről itt már szó esett, a beszállítók árazása, ezek csapódtak le aztán a kiskereskedelmi árakban is, ez a GVH megállapítása volt hogy ebből nekem nem az jön le, hogy amit egyébként a, a kormány kommunikáció leginkább szeret a kirakatba tenni, hogy a kiskereskedelem úgy ámlok egy extra profit vezérelt üzemmódban próbált minél több pénzt kisajtolni a lakosságból úgy, hogy emögött igazából nem állt költségoldali nyomás. Az az igazság, hogyha Végigolvassa a gyorsított ágazati vizsgálati jelentéseinket, akkor az értéklánc minden szintjén tetten érhető az, hogy a megemelkedett energiaköltségek azok okoztak meglepetéseket. Nyilván a forint árfolyama is okozott ilyen meglepetéseket. Dehát hát vizsgálódni úgy érdemes, nem általában, hanem meg kell nézni a, az értékláncba a termelést, a feldolgozást és a kiskereskedelmet. Mi mind a háromra tettünk megállapításokat. Alapvetően egyébként, tehát a fogyasztókhoz közel lévő értéklánc végén, azaz a kiskereskedelmi szektorra fókuszáltunk. Ettől függetlenül mi vizsgáltuk az, az úgynevezett ártranszmissziós elemzéssel, hogy hogyan mennek át az árak leföl az értékláncba. Tehát egész pontosan azt vizsgáltuk, hogy a termelési szektorba, tehát a mezőgazdasági termelőknél mi okozza az áremelkedéseket. Például a takarmány áraknak a drasztikus emelkedése. És ha súly szerint nézzük, akkor ez a lényeg, meg a gyógyszerek, amit az állatoknak adnak például. Nem feltétlenül az energia a költség a domináns ott mivel elszálltak a takarmányárak, mondhatjuk azt tavaly, hiszen egy emberöltőbe egyszer van ilyen, hogy háború, a szájos év, gyenge forint, még sorolhatnám, energia árak elszállnak, tehát igazából nagyon nehéz helyzetbe voltak a termelők, ha így nézem, plusz még, ugye nekik a világpiaci árak is dominálnak, tehát a nyerstej tej világpiaci ára sem mindegy, hogy hogyan alakul a tőzsdei ára a nyerstejnek. Tehát a termelők szintjén azt láttuk, hogy igen, a takarmány árak, a gyógyszerárak, ezek okozhatnak gondot. A feldolgozók szintjén, és vizsgáltuk, nekik is van egy átvételi ár, ugye ott már sokkal jobban előjön az energia. A hűtési kapacitások mindenhez energia kell a feldolgozásba, a félkész vagy kész termékek előállításába. És azt láttuk, hogy a feldolgozók, köszönik szépen, ők, ha megemelkednek az átvételi árak, tovább hárítják egy inflációs időszakban könnyen továbbhárítják. Egy dezinflációs időszakban teljesen más a helyzet. Azért mondják a szakemberek, hogy tapadós az infláció, az nehezebb visszahozni. Hát igen, mert arról van szó, hogy dezinflációs időszakban ki hogyan tudja az értékláncban a megelőző fele visszanyomni az árakat tulajdonképpen. Na most a feldolgozók, ha továbbhárítják az árat, akkor elérkezünk a kiskereskedelmi szintre, ahol egyértelmű, hogy ha vizsgálunk teipari termékeket, akkor az egész fogyasztói árban 70%-ot tesz ki, 60-70 közötti az átvételi ár. Na most itt elérkezünk oda, hogy nem mindegy, hogy milyen szerződések alapján jutnak a kiskereskedők nyilván ezekhez a termékekhez. Milyen hosszú távúak ezek a szerződések mennyire tárgyalják újra, milyen gyakorisággal, tehát mondjuk, ha van lehetőség levinni az árakat egy dezinflációs időszakba hogyan tudják újra tárgyalni a beszállítói szerződéseiket. Ezen is nagyon sok múlik. Tehát mi nem azt akarjuk mondani, hogy itt mind három szektor egyformán érvényesítette a nyeresség megnövelését, és ezzel jött létre a profithajtotta infláció, azt viszont egyértelműen mondhatom, és meg is tudom mutatni a 20%-os tejfülön, vagy a sajton, hogy a kiskereskedők a 70 fölötti 30 ba ha levesszük az adót fölülről, mondjuk az áfát, a maradék bruttó árrésbe elszámolt költségeiket tekintjük, akkor ott a, a, bérek a legnagyobbak, az energia nem túl nagy, növekedett nyilván, de nem olyan arányba, és hát ott van a nyereség ráta. És azt mondja az ember, hogy mindenkinek legyen tisztességes nyeresége. De az ne legyen, hogy mindenkinek annyi nyeresége van egy felfelemenő inflációs időszakban, ami a magyar emberek zsebére megy. Már pedig ez történt. 2022-ben nagyon jól látták, hogy forgalomcsökkenés van, mégis megháromszorozták, háromszorozták, a nyereséget, és nagyon jó volt a gyanunk, beigazolódott az, hogy a nem árasapkás termékeken szétterítik a veszteségeiket. És ezt miből láttuk? Hát abból láttuk, hogy korábban a kiskereskedelmi szektorban, és akkor visszatérve az eredeti kérdéshez, nagyon komoly nyereség képződött. Tehát 2018-ban az úgynevezett nagy kiskereskedők, de rövidebb nevén multik, külföldi tulajdonú kiskereskedelmi egységek, legalább az 51 át birtokolták az összes hát, árusítóhely négyzetméternek. Ez a szám, ez tovább nőtt. 2020-ban például majd 7 kal nőtt. Tehát a piacon ők nyertek teret. A hazaiaknak is rengeteg üzlete van, nyilván, franchise be Fordulat teszem hozzá így, a kormány szándéka ellenére. Így, így, a, most továbbra is a Multicam meghatározása. Így, így van. A gyorsított ágazati vizsgálatainkból azt is láttuk, hogy 2019, 20 és 21-es években a pandémia ellenére Igaz, hogy évente csökkenő össznyereséggel, de a legnagyobb releváns cégek, ugye ezt kimutatja nagyon sok portál, szakportál is, azok legalább 100 milliárd forint nyereséget realizáltak. Tehát jól kerestek. Ugye? Ezt általában, és, és ez ugye a mérleg szerinti nyereség, arról nem beszélünk, hogy üzemüzleti tevékenység eredménye előtt költségágon, vagy adóoptimalizálás címén még hogyan viszi ki a pénzt az országból. Na most 2022-re azt gyanítottuk, a gyorsított ágazati vizsgálatok alapján, hogy itt mindenki veszteséges lesz. Melyek a számok? hát a hat nagyból hárman nyereségesek. Meg lehet ezt magyarázni, hogy ingatlan eladás, meg ide-oda, de bizony volt olyan nagy multinacionális kiskereskedő is, amelyik ezer milliárd fölé ment a forgalma, és 25 milliárdos nyereséggel zárt. Tehát egy nagyon nehéz 2022-es évben is volt nyereséges cég. Azt és jól értem, hogy a GVH-nál arra figyeltek fel, hogy ugye itt üzleti szereplők Ügyeiről beszélünk. Tehát két cég szerződik, egy feldolgozó meg a kiskereskedő arról, hogy a feldolgozó vagy a beszállító milyen áron adja át a kiskereskedőnek a terméket. És ha jól értem, hogy azt fogalmazunk így kifogásolta a versenyhivatal, hogy ezeket a szerződéseket nem próbálták hozzáigazítani az aktuális helyzethez, hanem benne hagyva a nagy nyereség lehetőségét a beszállító számára, emögé jobban el lehetett bújtatni a kiskereskedelemben is az ott keletkező, vagy így keletkező még nagyobb nyereséget? A gyorsított ágazati vizsgálatok Magyarországon hipergyorsak. Miután 30-90 nap alatt le kell tennünk az elemzést, és kötelező adatszolgáltatáson alapulnak, tehát mi kapunk adatokat belelátunk a mikropiaci folyamatokba. Nem mindenki van ilyen jó helyzetben, mint a GVH. Ezért aztán valóban láttuk a szerződéseket is, hogy milyen távúak, milyen átadási árak szerepelnek benne. De a leglényegesebb, hogy miért az értéklánc végén kezdtük? Hát mert az értéklánc végén lévő kiskereskedők vannak kapcsolatban a fogyasztókkal. Tehát logikus, hogyha mi dezinflációs időszakban élelmiszer árakat szeretnénk csökkenteni, hát akkor ott kell a versenyt elkezdeni, amely majd gyűrűzik lefele és tovább. Mindig is akcióztak, egyébként offline módon is akcióztak, csak azt egy hetente, két hetente. Most ugye napi öldöklő árverseny jött be. Mi arra gyanakodtunk a 2022 őszén megindított úgynevezett élelmiszaripari konzultációink során, hogy van egy Nehéz helyzetben lévő termelői szektor, amelyik nem is eléggé hatékony, sajnos. Van egy elégtelen feldolgozói szektor, tehát kellene még több magyar tulajdonú feldolgozó, aki sikeres és eredményes. És van a kiskereskedelmi szektor, ahol gyakorlatilag az összes forgalmazott árbevétel 75%-a külföldi multinacionális cégektől függ míg a maradék 25 a magyar tulajdonú hát franchise rendszerbe, vagy szövetkezeti, vagy bár, bármilyen más módszerrel működő hát, cégektől függ. Bocsánat, az miért probléma, hogy nincs elég magyar feldolgozó? Az azért probléma, mert hogyha önellátó az ország, az egy sokkal, sokkal kedvezőbb helyzet. Tehát és a, ez garanciája az, az alacsonyabb árnak is? Parancsol? Ez garanciája az alacsonyabb árnak is? Így van, garanciája lehet, hiszen gondoljunk csak bele, hogy ha önellátók vagyunk, akkor kevesebb importra szorulunk. Kevesebb lenne a saját márkás termék, amit mondjuk külföldön állítanak elő. Ha kevesebb importra szorulunk, nem vagyunk kitéve az éppen gyengébb forintnak. Mert egyébként a forint szabadon lebeg, ugye? Tehát egy tényező az árfolyam az direktben nem játszik be, maximum indirekt módon, hiszen itt is keletkezik energia. Igen, láthattuk, hogy belejátszik indirekt módon, hiszen ha azt mondom, hogy a, a tej és tejtermékek piacán a feldolgozóknak exportálnak is nyers tejet, nyilván a termelők, meg a feldolgozók is, van olyan feldolgozó, ki termel is, viszont importálnak is. És hogyha van olcsóbb importtej, és rákényszerülünk, olyan szerződések köttetnek, közben legyengül a forint, az nyilván agyon veri a feldolgozóipari ágazatot is. Tehát ezek azok a összefüggések, meg megfontolások, amelyeket ilyenkor érdemes figyelembe venni. Tehát a GVA-nak alapos gyanúja volt arra már 2022 őszén, hogy igen, lehet nyerészkedés és árspekuláció, de ezt csak akkor tudjuk bebizonyítani, ha gyorsított ágazati vizsgálat segítségével ö, bizonyos termékekre koncentrálva, ez a teljes tejtermékek vagy a tartós hűtött élelmiszerek, megnézzük konkrétan a költségeket. Ez a január végül ö, bizonyosságot nyert? Igen, tudok mutatni ilyet például. De általános értelemben, átfogóan, az összes vizsgált termékpályán, vagy egy-egy vagy esetben lehet erről beszélni? Mi az összes termékpályát nyilván nem vizsgálhattuk, mi koncentráltunk Akkor a, a nyers tej és tejtermékekre. Mm. Most csak két példát hoztam, például az átlagos árakat mondok, ami azt jelenti, hogy 11 releváns kiskereskedőnek a Átlagos árképzéséből kiszámított adat. 2021-hez képest a 20%-os zsírtartalmú tejfő bruttó árésének a komponensénkénti felbontásában a 33 forint nyereség az 164-é vált. Tehát ez Urván, ötszörös növekmény, és ha ezt látjuk nyilván a trapista sajtnál, ott meg az 56 forintból lett 183. Ha, ha már tavaly őszinteorexibatolták a levegőben, hogy ez ilyen problémás, akkor miért nem tavaly év végén indult el az árfigyelő? Miért kellett várni vele nyári? Mi nem vártunk az árfigyelővel nyárig, ugyanis mi elindítottuk a lehető leggyorsabban már januárban az ön által is említett két gyorsított ágazati vizsgálatot, és pont, hogy a, a, a vizsgálatok kapcsán merült az fel, hogy ha látjuk, hogy más országban működnek árösszehasonlító oldalak, árfigyelők, kisebb-nagyobb sikerrel, akkor kukkancsunk ki, tegyünk egy körképet, hogy ezek beváltották-e a hozzáfűzött reményeket és tavasszal jutottam el oda, hogy javaslatot tudtam tenni a kormánynak, pont a gyorsított ágazatvizsgálatok vizsgálatok kapcsán, hogy érdemes lenne Magyarországon is elgondolkodni egy online árfigyelő rendszeren. Voltak, meg vannak is árösszesorító oldalak, csak az a különbség, hogy ők az internetről szedik össze az árakat. Mondhatom azt is, hogy egy ilyen letisztított tapasztalati ár, de nem biztos, hogy az a official, a hivatalos ár. Na most a, Ebbe a rendszerbe az árfigyelőről szóló jogszabály egyértelműen elmondja, hogy naponta kell beküldeni a hivatalos árakat, amiért felelni kell a fogyasztóvédelem előtt. Tehát nem úgy van, hogy hassajütök és beküldöm az árat. Tehát a kiskereskedőknek ezen dolgozni kellett. Én márciusban tettem a javaslatot, március elején, ha jól emlékszem, vagy közepén, és Hát szinte azonnal megalakult az árfigyelő munkacsoport. Ötlet, Nagy Márton miniszter úr azonnal felkarolta, a kormány elé vitte, a kormány azonnal eldöntötte, és megkezdtük a munkát. Honnan jött az ötlet, hogy ezt az árfigyelőt? Be kéne vezetni. Voltak külföldi példák, amikkel. Igen, át... igen ismeretes volt a görög példa, meg a román példa. Romániában már 2019 óra mű, óta működik ilyen. Hát nem olyan sokan használják. A görög példa az viszont egyre több teret nyert a sajtóba, illetve én külföldön jártam értekezleten, ahol a görög hatóság elnökével váltottunk egy pár szót. Kérdeztem, hogy az árfigyelő rendszer hogyan működik. Igazából arra kerestük a példát, hogy van-e arra példa, hogy a kormány és a független hatóság együtt fejleszt valamit, és igen, találtunk rá példát. Például, ha jól tudom, a görög is ilyen, hogy a gazdasági minisztériummal együtt a görög hatóság fejlesztette, és az ortodox húsvét kapcsán, ha jól emlékszem, még a hatóság főtitkára, meg az ottani gazdasági miniszter ki is ment egy boltba, és megnézte, hogy a kötelező akciózás, ott is azt hiszem, egy héten valamely termék állát le kellett vinni egy bizonyos terméktípusba, az hogy érinti a görög embereket. Azt hiszem, ha jól emlékszem, ezen felbuzdulva bátorkodtam javaslatot tenni de abszolút nyitott volt a kormány, és így utólag azt gondolom, hogy jó, jó döntés volt, hiszen már tavasszal lehetett tudni, hogy az ársapkákat ki fogják vezetni. Tehát helyette kell lett egy olyan eszköz, amely a kötelező akcióztatásokkal a együtt lehetett tudni, A tavasszal azt lehetett tudni, hogy, hogy április 30 ig volt hatályos akkor, a rendelkezés, hogy azt meghosszabbít. Én úgy emlékszem, hogy már volt olyan kormánytag, aki azt mondta, hogy húsvétre ki lesz vezetve, de gondolkodik rajta. Minisztán az komoly olyan reményeket fűzött o... le, ez aztán csalódni. És volt olyan kormánytag is, aki azt mondta, hogy igen, ideglens intézkedés, ki lesz vezetve, de nem tavasszal, majd akkor lesz kivezetve, ha eljön. Benne, benne volt a levegőben. Benne volt a levegőben, azt gondolom. Egyébként, és ez meg is történt augusztus 1 és én még arra is emlékszem, hogy még talán olyan szakember is ült itt ki, aki azt vizionálta, hogy hát itt az ársapkák kivezetésével ilyen, hát nem is tudom, társadalmi exódusz, lavina lesz, hát hiszen visszamennek a piaci árak. Hát az iránti tiszteletből, hogy idejöttem, én most direkt megnéztem az árfigyelő segítségével, és oda is adnám, hogy hogy alakultak ezek a, az árak mármint az árstoppos termékek árai, én azt látom, hogy a cukor kivételével, a kristálycukor kivételével, aminek világpiaci okai vannak, hogy miért drágult, igazából valamennyi ársapkás terméknek az ára az csökkent, méghozzá 2021. október 15-i átlagos szint alá, vagy ha tojást nézzük, meg azt hiszem az étkezési burgonyát, ott 2022. november 30 volt a hatósági ár bevezetésének az időpontja. Ja, ugye ez azt jelenti, hogy van olyan bolt, ahol kimutathatóan alacsonyabb az az ár, Így mint van. a tavaly a 21 októberi, nem azt jelenti, hogy általában bárhova bemegyünk, Pontosan. és alacsonyabb lesz. És akkor itt jön a következő kérdés, hogy valójában mit segít ez a, a vásárlónak ez az árfigyelő rendszer, ha napi tapasztalatból indulok ki, én biztos, hogy nem úgy válogatnám össze ezeket a termékeket, hogy, hogy ahol a legolcsóbb, azért a termékért oda megyek abba a boltba, a következő termékért meg a másik. Tehát nem fogok egy ilyen roadshow csinálni csak azért, hogy egy bevásárlást elintézzek. Szerintem az emberek többsége egy, maximum két helyen intézi el a bevásárlását. Tehát ténylegesen ez hogyan fog visszaköszönni az emberek pénztárcájában? Egyetértek, vagyunk így egy páran, akiknek lényeges, hogy hány helyre kell elmenni valamiért, vagy útba esik-e. Annyit kell uh, tudni, hogy az árfigyelő rendszer bevezetésével, tehát mikor kialakult a jogszabályi háttere, vagy a másfél hónap állt rendelkezésre a fejlesztőnek, hogy uh, egyáltalán letegyen valamit az asztalra, egy olyan működőképes rendszert, ami július elsőjével birtokba vehető és használható de mi alatt a jogszabályi hátterét dolgoztak ki a munkacsoport az árfigyelő rendszernek, felméréseket már végzett a fejlesztő, a vásárlói szokásokról. És igen, talált benne olyat, többféle típusú vásárlót talált, nyilván. Talált olyat, aki megtervezi a vásárlását, szórólapokat néz, vagy árfigyelőt néz szívesen, és hétvégére igazítja, és egy helyre megy, és megcsinálja a nagy bevásárlást. Vagy egy helyre megy a zöldség, egy gyümölcsé, míg a tartós élelmiszereké másik helyre megy. Olyat is talált, aki eseti jelleggel leugrik a legközelebbi közértbe, és ott vásárolja meg a szükséges élelmiszert. Tehát nagyon sokfélék vagyunk, ebből az jött le. Egy biztos az árfigyelő új funkciójának a segítségével, azaz a bevásárló listával biztosan megtervezhetjük a bevásárlást egy vagy több boltból. Hamarosan jön, egy tíz napon belül az úgynevezett térképi szűkítés. Tehát akár előre is megmondhatom, hogy a tartózkodási helyemhez képest egy 500 méteres sugarú körbe mely boltok termékeit szeretném csak látni. Most megmondhatom azt is, hogy hogyan rendezze egységár szerint vagy csomagár szerint egy adott terméket. Ez se ugyanaz, természetesen. A kicsomagolásnál lehet. Kedvezőbb egy más termék, mint mondjuk a, a kilónkénti egységára. Ö, tehát előre meg lehet adni egy ilyen térképes szűkítés. Most úgy működik a, a bevásárló lista, hogy lehetőség van arra, hogy a termékeket beletegyük ebbe a bevásárló listába vagy bevásárló kosárba, megadjuk mellé azt a mennyiséget, amit gondolunk, hogy majd be kell vásárolni és kiválasszuk a megfelelő boltot. Ez a kiválasztás most picit nehézkesebb, de ha meg lesz a térképi szűkítés, akkor ez is nagyon olajozottan megy majd. Amikor kiválasztottuk azt a 15-20 terméket, ami rendszeresen elfogy, akkor lehetőség van arra, hogy ezt akár kimásoljuk, megosszuk, szeretteinkkel vágólapra másoljuk, akár naponta követhetjük a bevásárló kosárértéknek a változását. Vajon, hogy csökkene ez a kosárérték? Volt, aki kiszámolta egyébként, a a világgazdaság az megcsinálta, másfél hónapra visszamenőleg, most is csinálja szerintem, hogy minden nap megnézte, hogy mihol a legolcsóbb, a kosárérték hogy alakult, és 15 os csökkenésben van. A 62 termékből 50-et nézett, ami 50 közös mind a hat nagy kiskereskedőnél. Tehát ez a funkció, ez alkalmas arra, hogy megtervezzük a bevásárlást, alkalmas arra, hogy a kosárértéket kövessük, ellenőrizzük, de még arra is alkalmas, hogy összeállítsuk mondjuk a paprikás krumplinak a négy főre a receptjét, ahol bent van, hogy egy kiló krumpli mellé kell mondjuk egy paradicsom, egy zöld paprika, egy fej hagyma, zsír, némi zsír, meg valami jófajta virsli. Én ezt kiszámoltam ma reggel is például, és 1700 forint jött ki úgy, hogy jófajta virslit vettem, de 1250-ből is megúszható. Nyilvánvalóan kettő boltot választottam, ami a környezetembe volt. Tehát nekem sem az volt a lényeges, hogy nyolc helyre megyek, menjek a nyolc hat, építőanyag miatt, vagy a paprikás krumpló szükséges termék miatt. Tehát fel lehet használni a bevásárló lista funkciót célszerűen is, úgy, ahogy a fogyasztóknak ez a legkedvezőbb. És hát felmerül a kérdés, hogy ebbe az árfigyelőbe mi a novum. Hát aki használja, annak az, hogy nem kell most már papírral számolgatni, mert azt jó lehet, sokan meg tudjuk mondani, hogy mi kell egy paprikás krumplihoz, vagy egy gulyásleveshez, így fejből is, de azt nem tudjuk megmondani, hogy most mibe kerülne négy főre. Ma, Na, És ezen túl uh, arra sem ad választ az árfigyelő, hogy a legolcsóbb termék az egyébként minőségben mit jelent a vásárló számára. Tehát itt csak is kizárólag arról van szó, hogy az a elérhető legalacsonyabb áru terméket rangsorolja előre. Nem teljesen Ez a így van, mert, mert a termékek mellett van egy képi megjelenítés, van a napi csomagár, a törzsvásárlói ár, és a termék nevében vannak még jellemzők, tehát tudjuk azt, hogy 2,8-as vagy másfeles UHT tejet keresünk. Ugyanakkor az, az való igaz, és ennyiben jogos a kritika, hogy termékenként, a fogyasztók is kérik egyébként, több minőségi paramétert ö, tüntessen fel az árfigyelő. Ez egy feladat lesz egyébként a hiskereskedőknek. Ezzel a Foglalkozunk, a igen, mert teljesen természetes az, hogy lássák, hogy valami laktózmentese, kazeinmentese, lássák a minőségi paramétereket. Vagy ha például bekerülnek a mosószerek, vagy az öblítők lássák, hogy ezzel a mennyiséggel, ezzel a kiszereléssel hány mosást lehet elvégezni. Tehát a termék, nem csak a termékek körét érdemes növelni, hanem a jellemzőiket is érdemes hangsúlyozni, teljesen egyetértek, és ez is egy eszköze annak, ez nyilván nem a GVA hatásköre, hanem a gazdaságfejlesztési miniszter úrnak a hatásköre, hogy mekkora termékkörbővítést csinálunk most, de egyértelműen szolgálja a vásárlók érdekeit, és hát felmerül, sokan kérdezik tőlem is, meg felmerül a kérdés, hogy most akkor lényegében mi a novum az árfigyelőben? Csoda fegyver? Hát nem csoda fegyver. Annyiban viszont van benne újdonság, hogy napi árversenyt hozott. Tehát eddig ez nem volt, mert a boltok kényelmesen hetente áraztak, mondjuk, hetente nyomtattak új szórólapot, offline módon követte mindenki. Most meg itt van a napi árverseny, tehát július 1-én volt olyan kiskereskedő, aki azt mondta, hogy száz terméknek az árát leviszi akcióba, és meglepte vele az összes többit, meg is nyerte az aznapi versenyt, hogyha mondhatok ilyet, hogy verseny. Bár ö, nyilván nem én versenyeztetem őket, hát ők maguk versenyeznek, és ha azt látta a másik, hogy hoppá, én is le tudnék menni, a következő nap már nem ő nyerte, mert ő is lement az árakba. Tehát fokozható a verseny még, és a térképi szűkítéssel és a bevásárló listával pont hogy tudjuk fokozni, méghozzá. Kikényszeríthető egy mikropiaci árazás. Ugyanis, hogyha egyre többen kezdik el nézni a környező boltoknak a termékárait, nem általában az árakat, uh -huh. meg nem a budaörsön található nagy láncnak álló. az árát, akkor egyre többen versenyeznek, és rá lesz kényszerítve a, a boltnak a vezetője, hogy bizonyos termékekből engedjen. Sajtettem én, hogy a beszélgetésnek a javarészét el fogja vinni az árfigyelő, de hogy az egészet elvigye arra, még én sem voltam felkészülve. Ehhez kapcsolódó még egy kérdés, amit tulajdonképpen lóg a levegőbe, de muszáj vagyok visszatérni rá, akkor a magyar tulajdonban lévő boltok vagy franchise rendszerben működő magyar tulajdonban lévő boltok is, ott árai is fele fognak tűnni majd az árfigyelő rendszerben? Van a részükről szándék arra, hogy csatlakozzanak ehhez? Igen, érkezett szándék a részükről, lesz is megbeszélés velük. Minimális informatikai fejlesztést el kell végezniük de mondjuk, hogyha egy franchise rendszerű szeretne csatlakozni, akkor nyilván ott meg kell határozni, hogy melyek azok a boltok, akik tudnak adatot szolgáltatni, arra nem túl bonyolult úgynevezett interfészre van egy adatrend. Erre meg így ilyen sor kerülhet? Én bizom benne, hogy igen. A, és végül egy másik téma, egyre marad időnk ez a booking.com-mal kapcsolatos botrán, ugye itt arról van szó, hogy a Booking bizonyos szállásadókat megkülönböztetett, fizetett vagy nem fizetett ki, és ez ezügyben egy 30 napos határidővel indult egy eljárás a GVH-nál augusztus közepén, tehát valószínűleg nem vagyunk még ennek a 30 napos időszaknak a végén, de azért nagyjából látszik-e már, hogy mire fog jutni a, ez, a, ez a vizsgálat a GVH-nál. Hát fontos leszögezni, hogy nem a booking.com ellen indult, bár a GVH-hoz elmúlt időszakban beérkezett panaszok nagy része valóban e, ide esett. tehát Legalább 28 panaszt kaptunk, naponta kaptunk panaszt arra nézve, hogy nem fizet a booking.com. Mi az online szállás közvetítő piacot vizsgáljuk, amelyben természetesen ott van a booking.com is, de vannak más szereplők is. Ha egy ilyet, ilyen piacot megnézünk, akkor jogunk van adatot kérni, kötelező az adatszolgáltatás, és máshoz is jogunk van. Amikor beérkeztek az adatok, mi akkor tudunk egy olyan jelentést letenni az asztalra, hogy szükséges-e valamilyen korrekció a piacon. Látunk-e torzulást? 2016-ban már folytatott a GVH egy ágazati vizsgálatot, amikor az azzal zárult, hogy ha szükséges, akkor újra be fogunk avatkozni. Hát úgy látom, hogy 2022 be végképp eljött az ideje, mert ez a nem fizetés 23. probléma, vagy 23-ban igen, mert ez a nem fizetés probléma, ez azt sejteti, hogy nincs rendben az online közvetítések piaca Magyarországon sem. Tehát a GVA intézkedni fog ez ügyben intézkedtünk, elindult a gyorsított tágazati vizsgálat. Az, hogy mikor zárul, az nagyban attól is függ, hogy milyen gyorsan tudnak adatot szolgáltatni az érintettek, illetve hogy hogy győzzük. Nyilván 30 nap alatt nem reális, de mondjuk 60 nap alatt nem zárunk ki, hogy tudunk egy olyan jelentést ten, letenni az asztalra, amely jobbá teszi az online szállás közvetítési piacot, és itt nem csak a fizetés-nem fizetésre kaphatunk választ, hanem arra is, hogy visszaéle valaki az erőfölényével, megfelelő mértékű a jutalék, vagy hát most nagyon csúnyát mondok, az úgynevezett szűkített árparitás jól működik-e. Ez, ez lényegében azt jelenti, hogy ha egy ilyen nagy online oldalról szerződik egy szállásadó, akkor a saját online felületén nem adhat olcsóban egy szobát, mondjuk kiköti neki ez a szűkített árparitás lényege. Ez rendben van-e? Jól működik-e Európa szerte? Tehát akár ilyen izgalmas kérdésekre is választ kaphatunk. Rigó Csaba Balás. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget.